Jó reggelt, Rotorua! Készül a finom reggeli, ami tegnap a vacsoránk volt, este én rettyintettem össze. Ilyen babos kukoricás, gombás, marha darált, húsos, és most küldtünk hozzá egy kis tojást. A leghíresebb látványossága az maga a város alatt lévő geotermikus energia. Ugyanis itt az egész városban ilyen random helyeken törnek fel a gejzírek, ezek különböző hőmérséklettel bírnak, és ezért van ez a jellegzetes záptojás, hogy ilyen kénszag az egész városban. A másik nagyon híres látványosság a városban pedig nem más, mint a maori kultúra, ugyanis a maorik itt topzódnak a legtöbben ebben a városban, és számos meghagyott maori település található a város körül, a külvárosokban. Ezekbe a helyekbe be lehet menni, meg lehet nézni, hogy hogy éltek, és jelenleg hogy élnek a maorik. Meg lehet ismerkedni a kultúrájukkal, és táncolnak, meg énekelnek az embereknek, úgyhogy fantasztikus élményben lehet a turistáknak részük. Bemenekültünk ide az információs központba, ahol ilyen mindenféle prospektusok vannak, meg információ a városról. És ami a legjobb az egészben az az, hogy van itt egy asztalka, ahol az ember ideül és feltölti a telefonját. Úgyhogy most Soci kapapál, megetetjük, és átnézzük azt, hogy pontosan akkor mit, hova, mennyiért. Egyébként azt tudni kell, hogy Rotorua az északi sziget Queenstownja, és itt is mindenféle bohótságokat, meg őrültségeket lehet csinálni, a tandemugrástól kezdve egészen azon át, amit itt Új-Zélandon Rotoruán találtak fel, hogy van egy ilyen hatalmas felfújható laptagömb, aminek a közepébe belemész, és lekurítanak egy dombról. Úgyhogy lehet, hogy ki fogjuk próbálni, lehet, hogy nem. Tengari ngari te kore a település neve. Te fakare, vare, vatanga, teo, fetta, vahia. Most mondjátok utánam. Amit most látni fogunk, az ez a gejzír, ami a déli félteke legnagyobb gejzíre, 30 méter magasra kilő, és fogunk látni kiwi madarakat, meg maori kultúrát, illetve maori fafaragványokat, és a hely neve a Te Puia. Igen. Körülbelül 30 méter itt kilő, és körülbelül 20 percet vártunk rá, mert hogy óránként nagyjából egyszer vagy kétszer tör ki. Az, hogy nem tudjuk visszaadni azt a hangot, milyen hangja van, ilyen... De nem, ezt nem lehet visszaadni. És megindult a kis patak. Megindult, már itt már folyik.
hogy hogyan működnek a gejzírek. És itt van maori nyelven is, tök jó. Igen. Ezt a nyelvet szeretném megtanulni. Itt van a tavacska. Igen. A tavacskából a víz lefolyik ide. Utána itt van a földnek a magmája, a meleg. Igen. Lemegy. Very hot water. Nagyon meleg víz. Igen. Itt van a merülőforraló. És akkor felmegy, és akkor buf. Igen. Köszönjük, földrajz professzor tanárbácsi. Tehát, mint megtudtuk, a hasonló ilyen gőzölgő sarat a maurik arra használták, hogy a vágott és az égett sebet gyógyították vele, rákenték a bőrükre, és ezáltal a bőr sokkal gyorsabban gyógyult, úgyhogy ez egy nagyon egészséges sár, tel is tele mindenféle ásványi anyagokkal. Erre azért volt szükség, mert köztudott, hogy a maori népség az korábban, ha bár nem tudom, hogy most még mennyire, eléggé vérszomjasak voltak, meg is ették az ellenségük szívét, ez jelentette a tiszteletet, hogy ugyan legyőztem az ellenségemet, de megeszem a szívét. Na, ez az étel kerti konyhába készült, ami... Az a földből kiásott ilyen... ez a hangi. Na, tehát emberek, ez a hangi, minden ott készült, tradicionális maori. Ez készült abban a... Jó, akkor itt bevágunk egy képet. Igen, ott. De miben készült? Várjál, akkor úgy van, hogy ez készült ott. Így van, és most mutatjuk a képet. Ez a kaja készült igen. Ott. Jó étvágyat! Jó étvágyat, próbálom. Szóval, így készül a hangi. Forró kövek. Jön a forróság. Hús, zöldség, föld. Szépen tojás meg lehet benne főzni a vakarról. Igen, itt van a főzőmedence. Na hát ez egy nagyon finoman elköltött ebéd volt. Eszméletlen finom volt. Az benne a lényeg, hogy nincsen túlfűszerezés, mindennek az eredeti íze átjön, és mivel nem fő ki a lébe az íz, hanem egyszerűen csak simán átmegy rajta a gőz, ezért sokkal finomabb, szóval nagyon jó volt, igaz? Uh-huh. Nagyon jó volt. Finom. Úgyhogy folytassuk a felfedezést. Mutasd be nekünk, asztalos bácsi, mit láthatunk. Vakhát. Az a lényeg, hogy ez egy 30 méter hosszú hajó, és 100 harcos fért rá. Nem, az a vége. Ez a vége? Igen. És itt a 30 méter hosszú. 100-an neveznek benne, és ezt egy darab fából faragják ki, és kb. 1500-2000 éves fának kell lennie, hogy megnőjön ekkorára, hogy egy ekkora kajakot lehessen belőle kifaragni. Feltűnik valami? Azért ennyire alacsony, hogy ha bejössz, akkor először a fejedet tolod be, és ha ellenség voltál, akkor megvolt az esélyük arra, hogy egyből nyissz. Megpróbálok bemenni seggel hát, seggel előre, hogy ne tudjanak le... levágni a fejemet. Integes ki az ablakon. Ebben már nem állsz fel. Hello. Bubákon. Thank you.
36 éves férjem.